Szavaztok srácok, Csipi vagyok, és egy perc múlva véget ér az e-heti Squad Battles, úgyhogy nem sokára reward átvétel, ugye itt hétfőn. Az E3 ez bőven meg lett, ugye most 47.236 pontunk van. 57.000 lenne egyébként az E2, nem tudom, azért érdemes-e küzdeni. Ugye megint egy csomó meccset elbuziztam hétközben, és jó párat meg, amit látjátok már itt a végén, és nagyon játszogattunk. Lehet, hogyha az egyszer összes meccset lejátszanánk, így profi meg jó párat World Class-on, akkor meg lenne az Elite 2 is. Hát nem tudom, hogy megéri a szenvedést. Közben nézegetem itt a Foot Champs-et. És a Gabónak még összejött a 40x40, ami kurva nagy dolog lenne szerintem. Szóval drukkolok neki. Nézegetem folyamatosan, szóval szihetetlen lenne, nagy feles lenne 40-ből 41 nyerni. Azzal gyakorlatilag szerintem be is kerülne az élő döntőbe. És akkor úgy nézem, hogy igen, le is járt a Squad Battles. És melyikkel a csapatával lehet majd, és melyikkel csapata ellen lehet majd nyomni, de az öreg s melyikkel csapata ellen, nézzük meg, hogy milyen. Aha, Leva. Messi, Hazard. Ronaldot betette ide, hát a chemistry az mocskos húszszor. Megcsináltaként. Na. És akkor lépjünk ki meg be, és akkor szerintem meg is jönnek a rewardok. Meg is jött a reward. Ugye a szokásos. Elite 3. 3 pak meg a 20.800 coins, ugye ezen a héten nem volt semmi extra speciális mez. Úgyhogy nyissuk is ki a pakkokat. Igazából nem várok egyiktől se semmit. Meglepődnék, ha dobna akármelyik valamit. Nagy Martial. Nem. 78-as a Ruiz, bazd meg. Atyaisten. 62-es pace. Csodás. Jó trágyapak. Legyen mondjuk ez a Jumbo Premium Gold pak. Ebben van egy billboard. Hát egy pillanatra azt hittem, hogy időre, de nem. Csak Forsberg. Basszátok meg. Istenem. Zabaleta, úristen, Vermeer. Ez egy kalapszarpak. Mivel egy Shadow lenne benne, vagy bármi, de nem. Full hulladék az egész. Majd rengeteg duplikétünk. Na és akkor 12 rare cucc van benne, vagy játékos. Gondolom ebben még billboard se lesz. Nincs is. Miért is lenne, bazd meg? Úristen. Savic, 82-es szar, atletis védő, 63-as pész, 71-es fizikával, bazd meg. Van benne egy fitness. Ekkora fospak, itt is van két duplikét.
Na jó, van srácok, ennyi lett volna az e-heti Squad Butlers riad átvétele. Hát gyötrelmesen szar volt a pak leosztás. Nem is tudom, hogy azért tényleg érdemes még játszogatni. Három ilyen szar pakkér. Na mindegy, Csipi voltam. Dobj egy lájkot erre a videóra. Szevasztok!